Jó estét kívánok! Nagyon sokan leírták már Angela Merkelt, emiatt sokakat váratlanul ért, hogy negyedszer is indul a kancellári tisztségért. Népszerűsége másfél év alatt látványosan zuhant, az utóbbi néhány hónapban azonban, ha nem is régi fényében, de újra csillog a németek első embere. Mikesz Dániel a Republikon Intézet kutatója és Nagy Attila Tibor a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője a vendégem. Jó estét kívánok, szervusztok! No hát negyedszer is indul Angela Merkel. Mi az oka, hogy most jelentett? Be szerintetek. Először úgy volt, hogy majd még decemberben, stb. Lehet köze Trump az oka, hogy ez előbb megtörtént? Azt, hogy Trump győzött, az megnövelte a nyomást, de Trumptól függetlenül is volt egyfajta nyomás, hogy valljon más szint, hiszen közelednek Németországban a választások, valószínűleg jövő szeptemberben vagy októberben kerülnek megrendezésre, ráadásul lesz 3 tartományi választás még jövőre az országos előtt, tehát a CDU-nak érdeke volt, hogy egyfajta biztonságot hozzon, és érdemes még 2-3 szempontot megemlíteni Angela Merkelrel kapcsolatban. Az egyik az, hogy az utóbbi időben enyhült a feszültség a testvérpárttal, a CSU-val, tehát a ZEHO felvezette keresztény szociális unióval szemben, és ők sem zárkoznak el teljesen már a Merkeltől. Már még egyeztetni akarnak. Igen, egyeztetni akarnak, de Seehofer kijelentette, hogy ő Angela Merkelben gondolkodik, mint kancellárjelöltben. A másik pedig a menekült kérdés kapcsán enyhült a feszültség a két párt között, még hogyha nem is szűnt meg teljesen, és ennek az az oka, hogy sokkal kevesebb menekült áramlik be Németországba, mint mondjuk tavaly szeptemberben vagy augusztusban. De hát ugyan megmaradt a nézetkülönbség a menekült kérdés kapcsán, de azért nem olyan feszítő, mint korábban, úgyhogy én arra számítok, hogy a CDU-CSU valószínűleg együttesen meg fog tudni állapodni Angela Merkel személyében, az már csak habab tortán, hogy azért, hogy érzékeltessék, hogy nem teljes az egyetértés, hogy se a CSU kongresszusán, se pedig a CDU kongresszusán se Angela Merkel, se Horst Seehofer pártelnök nem jelenik meg, holott korábban ez szokásban volt. Daniel? Azt tegyük hozzá, hogy Seehofer korán sem annyira népszerű, mint Angela Merkel, tehát hogy valóban nem jött el egy olyan jobboldali fordulat a CSU-CDU testvérpárton belül, és ez a kormányon is meglátszik, de viszont az is fontos, hogy nem csak csökken a migrációs nyomás, hanem sokkal határozottabb politikát vett fel ebben a tekintetben Angela Merkel, tehát egy bizonyos szempontból sokkal egy ilyen rendpártibb menekült politikát folytatnak, azt világosan megmondják, hogy azok, akik nem kapnak menekült jogot, azokat bizony ki kell toloncolni az országból. Ugyanakkor nem csak a német közvéleménynek szólt ez a bejelentés, hogy ő indul, hanem olyan szempontból is összefog a Trump jelenséggel, hogy azért hamarosan jönnek az osztrák elnökválasztások, közeledik a francia elnökválasztás. Tehát, ez egy olasz népszavazás. Ez pontosan egy olyan pozíciót vett föl, hogy valóban valahogy ellen kell állni ennek a fajta, nehogy egy dominó hatás következzen be, tehát már korábban meg kell mondani, hogy igenis, hogyha, és ezt már sok helyütt mondják, hogy tulajdonképpen azzal, hogy Trump lett az megválasztott elnök, úgy tűnik, hogy Angela Merkel az, aki képviseli azt a liberális demokráciát, aminek sokan már a halálát jósolják, vagy úgy gondolják, hogy ennek így vége van. És valóban ez egy olyan pozíció a CDU részéről, ami megmutatja a világnak, Európának és a világnak is, hogy itt azért megállt lehet parancsolni ennek a, hát ki hogyan nevezi, jobboldali populizmusnak, mint amit látunk. Tehát ő a nyugodt középen álló erő, segíthet ez neki? Ugye Franciaországban, Hollandiában erősödnek a szélsőséges pártok, tehát ez Merkelnek segít? Valóban egyfajta nyugalom szigetének tekintenek rá, ugyanakkor az AfD népszerűsége azért az elmúlt másfél-két évben jelentősen nőtt, és pont a menekült válságnak volt köszönhető, hogy az alternatíva Németország, tehát a rendszer ellenes párt népszerűsége meg tudott növekedni. Másrészt azért még lehetnek kisebb-nagyobb meglepetések, tehát az, hogy mennyire segít ez Angela Merkelen, azt még nem tudhatjuk, mert például igaz ugyan, hogy messze nem akkora a menekült hullám már Németországba, de például őszi adat szerint a Német Szövetség
Szövetségi Menekültügyi Hivatalnál még 500 000 kérelem áll feldolgozatlanul, tehát akiket még nem bíráltak el, és hát nem beszélve a beilleszkedési nehézségekről, kihívásokról, ugye etetni kell, szállásolni kell ezt a hatalmas, mintegy 1 millió embert, akiket tavaly befogadtak, tehát azért lehetnek bizonyos problémák, amelyek akár kihathatnak az országos politikára, tehát én szinte biztos vagyok benne, hogy a menekültválság valamilyen formában a választási kampány eleme lesz, különösen akkor, hogyha nem mégsem működne Törökországgal a megállapodás mondjuk jövő év elejétől kezdve. A mai Magyarország élőben itt volt Prőle Gergely, volt berlini nagykövető, azt mondta, hogy tulajdonképpen, hogyha létrejön ez a megállapodás a CDU és a CSU között, akkor az AfD vitorlájából a szelet kifogják, picit hasonlóan az itthoni helyzethez, ahogyan a Fidesz a Jobbikból kifogta. Mit gondoltok erről? Mennyire valós alternatíva lehet ez a párt? A CDU-CSU viszonyban kicsit fontos volt az, hogy a CSU mindig radikálisabb volt. Tehát, hogy az egy, ott volt kicsit egy ilyen szereposztás is a két párt között, még hogy ez nem is volt teljesen tudatos. Ugyanakkor az, hogy mennyire veszi ki a szelet az AfD vitorlájából, valóban emelkedett a népszerűség az AfD-nek, de a legutóbbi adatok szerint, amit én láttam, olyan 12-14% között vannak szövetségi szinten. Persze a keleti tartományokban, tehát Mecklenburg-Elő Pomeráiban, amikor a tartományi választások a 20,4%-ot kaptak. Meg jól szerepeltek az utóbbi tartományi választásokon. Jól szerepeltek, de itt azért mégsem arról van szó, hogy akkor ott van Angela Merkel, és akkor ő neki az erősödő radikális jobboldal, vagy populista jobboldala kéne felvenni a harcot. Itt azért még a erősödtek a középpártok is, tehát a úgy néz ki, most jelenlegi állás szerint, hogy akár az FDP, tehát a liberális szabaddemokraták is bejuthatnak a szövetségi törvényhozásba, és azért a német politika rendszeren belül sokkal koalícióképesebbek a pártok, mint ahogy ez Magyarországon van. Tehát, hogy arra is épít abszolút a nagy koalíció. És a CDU-val szemben is létrejöhet egy szociáldemokrata balpárt, zöld koalíció, vagy akár létrejöhet egy olyasmi, amit a német politikában ennek a közlekedési lámpa koalíciónak neveznek, tehát, hogy a szociáldemokraták, a liberálisok és a zöldek között. Ugye ez azért érdekes, mert hogy van 13 tartomány és 3 városállam, és ezért ezekben a területeken már sokszor volt arra példa, hogy akkor akár a CDU, tehát a kereszténydemokraták a zöldekkel kormányozzanak együtt. Tehát ilyen szempontból több az átjárás, és nem csak azt jelenti azt, hogy akkor a Angela Merkelnek és mondjuk a fősodrú politikai erőknek az erősödő alternatíva a Németországért pártra kellene vigyázkodnunk, hanem ott azért még pontosan jöhetnek meglepetések, az is lehet, hogy összeállnak olyan koalíciók, amelyek nem jobb oldalak ilyen szempontból, de az is lehet, hogy folytatódik a nagy koalíció, vagy akár, ahogy az előző ciklusban volt, hogyha újra megerősödnek a liberálisok, és annyit kap a CDU, akkor újra a kereszténydemokraták, a liberálisok a kormányzatnak együtt. Azt azért tegyük hozzá röviden, hogy a fősorratú pártok előtt van egy jelentős kihívás, hogy a népszerűségük például a menekültválság hatására is, meg az egyéb szociális problémák miatt jelentősen lecsökkent, miközben de most beszéljünk a pártokról. Tehát a CDU-CSU fénykorában 40% fölött volt. Volt olyan, amikor 45%. Most 33% körül mérik a pártszövetségen, és az SPD-t pedig olyan 23%-on. Hát Willy Brandt korában az SPD, a szociáldemokraták szintén 40% körül voltak, sőt volt korábban olyan közvéleménykutató is, amely 20% alatt mérte az SPD-t. Tehát azért elég jelentős kihívások érik a két legnagyobb pártot, illetve pártszövetséget. Pontosan, hát ez valóban azért a baloldal válságára még nem tudott azért sem a német szociáldemokrata, sem olyan régi szociáldemokrata pártok, mint a Brit Labour választ adni, illetve franciásabban látjuk azt, hogy akkor lenne valami olyan baloldali megoldás, valami innováció, ami segítene ezeknek a pártoknak egy kicsit visszakapni a népszerűségét. Igen, hát most már úgy tűnik, hogy Bécsben is népszerűbb a Szabadságpárt, tehát már ezeket a melyeket is elvesztették a baloldaliak. Ugorjunk egyet, holnap alkotmánybírákat választ a parlament, az LMP megadja a kétharmados többséget ehhez a kormánynak. Mi a véleményetek erről? Az LMP szerintem nehéz helyzetbe lavírozta magát, hiszen már eddig is vádolták azzal, hogy valójában nem akarja a kormányváltást, és... Az hát, összes ellenzéki pártot szinte ezzel vádolják. Igen, de az LMP-nél van egy sajátos jelenség, hogy egy-két korábbi politikus a kormányzat szolgálatába szegődött. Például Mile Lajos volt LMP-s képviselő, aki most konzuli pozíciót kapott nem olyan régen, vagy Osztoly Kán Ágnes is elkezdett
szervezet, a kormányzat egyik hivatalában dolgozik. Tehát ez azért... lehet más a politika, nem? Lehet más a politika, csak hát egy... Ez annyiban segíti a DK-t, hogy azt mondják, hogy ne úgy legyen más a politika, hogy a kormánnyal együttműködő ellenzéki erő legyen. Én ezzel együtt nem látok teljes bizonyíték sorozatot arra, hogy az LMP egészen ne akarna kormányváltást, és hogy titokban összeesküdne az Orbán kormány megmaradása érdekében, de most ez a dolog, hogy az alkotmánybíróság így tagok esetében hajlandó volna együttműködni, erősíti ezt a képzetet, és ráadásul a magyar közéletnek van is egy olyan ideges jellemzője, hogy nehézé teszi az együttműködést a nyíltan a szemben álló felek között, tehát magyar politikára sokszor jellemző szokott lenni, hogy kifelé kélelhetetlen, engesztelhetetlenséget mutatunk. Például a DK-nak volt ez a közleménye, amely kollaborációval vádolja az LMP-t, mondja az a demokratikus koalíció, amely helyi szinten egyébként a 15. kerületben az MSZP-vel együtt lepaktált a helyi Fidesz-szel. Hát az LMP azt mondja, hogy ők nem akarták ezt zsákmányszerzésre használni, mint egyébként a többi ellenzéki párt. Igen, de ez a fajta az, hogy ki a kollaboráns, ki az, aki együttműködik a kormánnyal, ez már néha ezeket az ellenzéki tévfel már személyeskedésbe is átcsap, tehát ez egy állandó vita valóban, hogy már mindenkit megváltottak azzal, hogy nem is akar kormányváltást, az, hogy együttműködik a Fidesz-szel. Az az érdekesség, hogy azért a DK-nak volt olyan nyilatkozata, amelyik azt sugallta, hogy azért, mert valaki a Pázmány Péter Egyetemen volt oktató, akkor az már biztos, hogy akkor ő kormánypárti. Tehát azért már ilyen túlzásokban is átcsap ez a vita. Azért, ha megnézi valaki ezeknek a alkotmánybíró jelölteknek az életrajzát, azért nem mindegyikük volt teljesen kiegyensúlyozott kapcsolatban a kormánnyal. Az, hogy az LMP szempontjából ez mekkora veszteség lehet, hogy akkor valóban ők, mint a kollaboránsok jönnek ki ebből a vitából, nem ugyanarra a választói csoportra próbálnak ők nem népszerűséget kapni, mint amely a DK. Tehát azért, hogyha okosan nézik meg azt, hogy kik azokat, hol lehet ők nekik, hol tudnak egy választói tábort építeni, akkor ezek a mozgások jól is jöhetnek nekik. Más pozíció ez, mint a DK. És száfolhat mondjuk az Alkotmánybíróság későbbi működése? Horváth Attila a jogtörténésztől, aki szintén az egyik jelölt, érdemes megemlíteni, hogy ő ugye a kommunizmus bűneivel foglalkozik már régóta is, mint ilyen személy, meghívást kapott az év elején a Fidesz 11. kerületi, a KDNP 11. kerületi szervezetének meghívására, és tartott előadást a kommunizmus bűneiről, tehát ő lehet, hogy érzelmileg, ideológiailag talán egy kicsit közelebb áll a mostani kormányoldalhoz. Persze, tehát én nyilván nem lehet előre látni, hogy bizonyos konkrét ügyekben majd ezek az alkotmánybírák, már ha megválasztják őket, hogyan fognak dönteni, mert valóban Stumpf István egy elég kellemetlen meglepetés volt a kormány oldal számára. Egyébként sokan azt mondják, hogy nem is a személyekkel van igazából a gond, hanem az, hogy világnézeti szempontból teljesen egyforma lesz az alkotmánybíróság 2023-ig, márpedig tulajdonképpen, ugye egy konzervatív, erősen konzervatív világnézettel, márpedig az alkotmánybíróságnak le kellene képezni a társadalom sokszínűségét, és ilyen-olyan nézetekkel vagy világnézetekkel kellene, és az LMP ehhez adott felhatalmazást, hogy 2023-ig ugye ez az alkotmánybíróság. Csak egy mondat, mit mondott Orbán Viktor 2015-ös beszédében? Alkotmánybíróság. Hát úgy fogalmazott szó szerint, hogy az alkotmánybíróság többsége keresztény demokrata. Polgári, konzervatív még ezeket is, igen. Magyarországon azért nincs olyan jelentőség ennek, hogy akkor ha nem is az egész országot képezze le, mint hogyha egy reprezentálná az országot, de valamennyire talán a jogfelfogásokat vagy megközelítéseket. Például az Egyesült Államokban sokkal nagyobb vita van arról, hogy akkor tulajdonképpen milyen nézeteket képvisel ott a legfelsőbb bíróság. Magyarországon ez a jogásztársonban érződnek ezek a viták, ott lehet ezekről olvasni a különböző fórumokon, de a politizáló közbeszédben nem merül fel az, hogy egy-egy alkotmánybíró tulajdonképpen milyen megközelítéssel olvassa az alkotmányt, valószínűleg az ő döntései melyik csoportnak fognak kedvezni. Ez nem létezik így a magyar nyilvánosságban, másmilyen az Egyesült Államokban, tehát hogy ez a fajta megközelítés nem létezik. Sokkal inkább az a fontosabb, hogy esetleg ki az, aki konkrétan egy-egy párthoz köthető, és nem egy jogfilozófiai irányzathoz. No, egy témára maradt még, úgy látom időnk, előkerült Farkas Flórián, adott egy interjút a Magyar Időknek a hétvégén, azt mondta, hogy nem tervező, hogy visszavonul, alaptalanok a sajtóban megjelent vádak, és a baloldal karaktergyilkosságra készült, de nem ért el célt, röviden, tömören.
Én azt gondolom, hogy Farkas Flórián is elkövetett egy karaktergyilkosságot, nevezetesen saját magán. Ugyanis szerintem hibát követett el azzal, hogy hosszú hónapokon át hallgatott, szinte menekült az újságíróktól, alig lehetett elérni, őt már szinte vadásztak rá, üldözték, hogy mikrofon végre kapják már a kormánypárti politikus. Tehát hát ugye görgette maga előtt a dolgot, és egyre halmozódott, gyűltek az információk, meg a különböző problémák, tehát megkésetten reagált. Tehát ez az, amit nem szerencsés egy politikusnak elkövetnie, hogy csak jó sokára reagál, és akkor is egy baráti újság a kormánypárti Magyar Időknek. És még annyit tudok ehhez hozzátenni, hogy nagyon zavaros a országos roma önkormányzatnak a története. Ez biztos nem segíti azt annak a képzetnek az előállítását, hogy érdemes a roma politikát komolyan venni, és érdemes komoly erőfeszítéseket és pénzeket beleölni, holott lehet, hogy érdemes volna, csak észszerűbben lehetne ezeket a pénzeket felhasználni. Ugye azt mondja, hogy az Orbán azután kezdtek rosszra fordulni a dolgok, miután ő visszavonult, vagy lemondott onnan. Igen, miután ő tulajdonképpen nem tartotta rajta a szemét az ügyekre, amikor történtek. Ugyanakkor ő olyan sokat nem veszít ezzel, mint hogyha egy más helyzetben lévő politikussal történt volna ez, mert az a tér, az a politikai tér, amiben ő mozogott, tulajdonképpen nem lát a közvélemény egy olyan alternatív roma politikust, aki esetleg lehetne az ő kihívója az országos roma önkormányzaton belül, vagy a kisebbségi önkormányzati választásokon valaki lenne ott, vagy lenne egy olyan szervezet, amelyik egy alternatívát tudna felmutatni a lungodrommal szemben. Tehát, hogy ilyen szempontból nem egy olyan helyzet állt elő, mint akár a nagy politikában, tehát ezért nem vesztett olyan sokat, mint akár egy miniszter vesztett, akár Rogán Antal körülötte történtek, hogyan tépeztek meg az ő népszerűségét. Ugyanakkor az is nagyon fontos, és ez az interjúban is elhangzott, hogy ugye a jogvédőkkel, a liberális jogvédőkkel jött elő, hogy ők tulajdonképpen nem értenek ahhoz, hogy akkor hogyan kell, mi a fontos a szegregációban, hogyan nézzenek ki az iskolák. És ez az egyik probléma, hogy amíg a roma politikában az egyik oldalon különböző NGO-szerű szervezetek vannak, a másik oldalon pedig egy olyan szervezet, amelyik valóban létezik választói felhatalmazással, mert valóban azt hiszem, hogy 2400 önkormányzati képviselője van a lungodromnak, addig nem lehet úgy politizálni, nem lehet egy olyan térben politizálni, mint ahogy ez a nagy politikában folyik, akkor nem lehet valóban elszámoltatni Farkas Flóriánt. Még egyetlen egy dolog ezzel kapcsolatban, mennyire használnak az olyan mondatok, hogy azt mondja, hogy nem csak a személyét, hanem az egész cigányságot támadják. Mennyire használják a roma politikának ez a mondatok? Nekem ez nagyon megütött a fülemet ez a mondat. Szítja a feszültséget, én azt gondolom, hiszen az ő személyét támadták, illetve azt a politikai erőteret, amelyet ő is képviselt. Tehát mondjuk az kétségtelen, hogy az ellenfeleknek alkalmuk akadt arra, hogy támadják a kormány roma ügyi politikáját, de hát ez nem véletlen, hiszen Farkas Flórián kormányzati megbízott volt a roma pénzek elköltése tekintetében, tehát kényelmes támadási célpontot és felületet kínált. No, ennyi fért a mai lapzártában, most már beléd folytam a szót, köszönöm nektek, hogy itt voltatok, a nézőknek köszönöm a figyelmet, holnap ugyanígy 10:30-tól, de akkor már Balázs várja önöket, viszontlátásra, jó éjszakát!